Jó estét kívánok, köszöntöm az Orvos Válaszol nézőit. Mai témánk a kardiológiai rehabilitáció. Vendégünk itt a stúdióban, Fuchs Mónika gyógytornász. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. És természetesen itt van velünk állandó segítőnk, dr. Tam Beatrix is. Hozzád is fordulok elsőként, Bea, hiszen a mai témánkkal kapcsolatosan egy kis összegzést kérnénk, egyfajta általános felvilágosítást a szív- és érrendszeri betegségekről, amiről azért azt gondolom, hogy nagyon sokan tudnak már sok mindent, de mégis, hogy ezzel kezdjük a témát, felelevenítsük a tudásunkat. Ezt mindenki tudja, mert hál' Istennek volt vendégünk Józan főorvos úr is, és kis főorvos is, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések, halálozási statisztikák itt tekintve Magyarország igen előkelő helyen áll a világ statisztikában is, és a vezető halálok Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések. Mindenki tudja, hogy ez mit jelent, a két legfenyegetőbbet, a szélütést, ami agyvérzést vagy agyi verőjére elzáródásából fakadhat, illetve a szívizom elhalás, a szívizom infarktus, ezt nyugodtan lehet ezt a latin szót használni, mert már mindenki tudja, hogy ez mit jelent, illetve a különböző ilyen iszkémiás szívbetegségeket, tehát a vérellátási zavar van a szívizomban, és ennek az a típusos angínázom, a mellkasi fájdalommal járó tünetegyüttes. Szinte kivétel nélkül mindenki érzett már ilyet bizonyos kor felett, valakinek ez sokkal súlyosabb. Mindenképpen népbetegségről van szó, hajlamosító tényezői szintén népbetegségnek számítanak, magas vérnyomás, elhízás, magas vérzsírszintekkel élő emberek, az egészségtelen táplálkozás, az a helytelen életmódunk és a dohányzás mind-mind rizikófaktor, és hát a cukorbetegség, amit önálló rizikófaktorként is tekintenek. Tehát tulajdonképpen a szív- és érrendszeri betegségekről nem lehet eleget beszélni. Nem lehet eleget beszélni arról, hogy mennyire fontos lenne a megelőzés, és nem lehet beszélni eleget arról, én szerintem, hogy ezen embereknek a társadalomba való visszaillesztés, a rehabilitációja mennyire fontos. Itt akkor már is átkapcsolódhatunk vendégünkhöz, akivel pontosan ezekről a dolgokról fogunk beszélni. Egyfajta bevezetésként a rehabilitáció fogalmát tisztázzuk. Mit is jelent a kardiológiai rehabilitáció? A rehabilitáció az a folyamatos, tudatos tevékenység, amellyel a betegek számára az optimális orvosi, élettani, pszichológiai, foglalkozási, szabadidős lehetőségeket biztosítjuk, illetve fenntartjuk. Ebből a megfogalmazásból már kiderül a rehabilitáció célkitűzése is, miszerint nem csak elérni kell lehetőség szerint a betegség előtti állapotot, hanem a szinten is kell tartani. Ebből következik az is, hogy a szívbetegek rehabilitációja a betegség felismerésétől egészen életük végéig tart. A kardiológiai rehabilitációt két fázisra oszthatjuk, van a korai rehabilitáció, illetve a késői rehabilitáció. A korai rehabilitáció az a szívinfarktus elszenvedésétől 6 hétig tart, illetve a késői rehabilitáció az pedig a 6 hét után a beteg élete végéig tart. Miért ez a 6 hetes időhatár? Talán körülbelül ennyi ideig kell a kórházban feküdni a betegnek? Hát a kórházban nem is, mondjuk a kardiológiai osztályon amennyire, amikor én ott voltam gyakorlaton, láttam, és amennyire volt már egy korai rehabilitációról szó, az Alföldi Nóra volt itt, mint gyógytornász. Korai rehabilitációt igen meghatározza a szívizominfarktusnak a súlyossága, a szövődményeknek a száma. Ezt már ott kezdik el, hogy az intenzív osztályon fekszik a páciens, és ott folytatjuk, amikor kikerül az osztályra egyre több mozgással. A 6 hétben benne van nagyon sokszor egy speciális központban egy korai rehabilitációs fázis, és a késői rehabilitáció. Ez a 6 hét, ez gondolom súlyosságtól függen rövidülhet is, illetve eltolódhat is. De ez egy rugalmasan kezelhető határérték. Igen, végül is ez az orvos dönti el a beteg szív és keringési állapotát, teljesítő képességét felmérve, hogy a beteg a kórházi kezelés után szanatóriumban, vagy már rögtön az ambuláns programban folytassa a tréning programot. Ez mindenképpen az orvos felülvizsgálja, még emellett a beteg pszichés állapotát, családi körülményeit is.
erre a késői rehabilitációra, mert az ambulánsként az orvos javasolja, és milyen arányban fogadják el ezt a betegek? Hány százalék, hogy körülbelül, aki eljön? Ide az ambuláns rehabilitációra csak olyan betegek jöhetnek, akiknek stabil az állapotuk. Orvosi vizsgálat kell, hogy megelőzze, tehát ebbe a programba csak orvosi utasítás, orvosi indikálásra jöhetnek a betegek. Mindenképpen kerékpár ergometriás vizsgálaton esnek át ezek a betegek, akik ide jönnek, tehát megfelelően kell, hogy terhelhető legyen a szívük. Itt is a rehabilitáción belül is van egy könnyített csoport, illetve egy nehezített csoport, ez attól függ, a teljesítőképességüktől függ a betegeknek. A könnyített csoportban nagyon sok légzőgyakorlatokat végzünk, izotóniás gyakorlatokat végzünk, minden izomcsoportot igyekszünk megmozgatni úgy, hogy a beteg ne fáradjon el. A nehezebb csoportban ott is sok légzőgyakorlatot végzünk, igyekszünk minden izomcsoportot megmozgatni, azonban már növekvő erőkifejtéssel végezzük ezekkel a gyakorlatokat. Ez a könnyebb és a nehezített csoport az átmenetet is jelent? Tehát át lehet kerülni egyikből a másik csoportba? Igen, mindenképpen. Itt a betegeket a kontrollok során három hónapos kontroll, fél éves kontroll, egy éves kontroll van. Itt mindenképpen a szív teherbíró képességét figyelik, és ez szerint a korai szakban még egy enyhített tornát végzünk, és átkerülnek a betegek. Van olyan beteg, aki a nehezebb torna gyakorlatokat is el tudja már végezni, elvégezheti. Beszéljünk talán először két dolgot emelt ki, a légzést, illetve a különböző izomcsoportoknak a megmozgatását. Beszéljünk akkor először a légzésről. Miért fontos a légzés a betegeknek a felépülése szempontjából? Egyáltalán a kardiológiai betegségek kapcsán miért fontos a helyes légzés? Hát mindenek előtt a gyógytornásznak, ugye a helyes légzést kell megtanítani a betegnek. Nagyon fontos, hogy a betegnek a légzése és a mozgása mindig összhangban legyen. Meg kell tanítani a beteget, hogy fel tudja mérni, hogy mi az a mozgáshatár, amivel még nem alakul ki nála a nehéz légzés. Tehát, amit ismétlen tudom, csak a legfontosabb, hogy a mozgás és a légzés összhangban legyen. És soha ne alakuljon ki a betegnél, hogy oxigénadósságba kerül. Ez a legfontosabb. És a mozgás intenzitását is úgy kell növelni, úgy szabad csak növelni, ahogy a beteg még azt légzéssel követni tudja. Itt elhangzott ez a kulcs szó, hogy ne legyen oxigénadósága, mert hogyha ez fellép, akkor ez nagy megterhelést jelenthet a szív számára? Igen, ez már megterhelés a szívnek, nehéz légzés jön létre, a szív már olyan frekvencián mozog, ami kóros a szívnek, és ezt nem szabad. De minden betegnek fel kell tudni mérni, tudnia kell. Itt az ambuláns rehabilitációba érkező betegeknek mindegyik tudja, ismeri a tréningpulzusát, ez ugyanis a torna során is egyetlen önkontrollja van a betegnek, ez pedig a pulzus. A torna során többször mérünk pulzust, torna elején, közben, vége felé, és ez végig a betegnek egy visszakapcsolás, még a teljesítőképességét tekintve. A légző gyakorlatokról beszéljünk néhány gondolatot, hogy pontosan lássuk a magunk szem előtt, hogy mik is azok a fontos légző gyakorlatok, amiket el kell végezni. Végül is a legnagyobb fontossága, ami elhangzott, és ezt csak alá tudom támasztani, hogy a pulzus kontroll. Ez azért nagyon fontos, mert a sporttal mindenkit, hogy a sportolóknak alacsony pulzussal megy a szívük, és tulajdonképpen a kardiológia is, amennyire én ebbe belátok, és amennyire tanítanak, afelé irányul, hogy ezt gyógyszeresen és minél alacsonyabb szintre levigyék. Azt mondja, hogy a lassú pulzus az hosszabb életet biztosít, és nem véletlenül van, ezt gondolom, hogy a tréning során is az lenne a cél, hogy minél lejjebb szorítani, már az aktivitás során létrejövő pulzus számot, és legvégén az is, hogy a nyugalmi pulzus is egy jó alacsony frekvenciá legyen. Éppen azért, mert ezáltal nagyobb erővel tud összehúzódni a szív, nagyon frekvencián csak így piheg a szív is tulajdonképpen, és a légzésnek itt van szerepe. És ennek elérésére vannak speciális gyakorlatok, hogy lehet ezt fejleszteni?
Igen, vannak speciális gyakorlatok is, és amit ahogy a jó állapotú szívnél, csak mint a Beátára visszatérve, tehát a jó állapotú szívnek alacsonyabb a pulzusa, és terhelésre kevésbé emelkedik meg. És igen, rövid idő alatt, 2 perc alatt a nyugalmi pulzust el is kell, hogy érje. És ezt a betegeknek nagyon fontos, hogy önmaguk kontrollálni tudják. Ezek a tornák csoportosan történnek, egy héten 2-szer hívjuk be a betegeket, mindig orvosi felügyelet alatt történnek ezek a foglalkozások, és torna előtt minden beteggel egyénenként elbeszélgetünk, pulzust mérünk, vérnyomást mérünk a betegeknél, és csak ezek után kezdődik a torna. Megyek több csoport is párhuzamosan, tehát vannak-e mondjuk korcsoportban, vagy nem szerint megosztások, vagy pusztán az állapot alapján történik a besorolás? Hát pusztán az állapot alapján történik a besorolás, és úgymond differenciáltan igyekszem a tornát levezetni. Tehát nincs lehetőségünk arra, hogy legyen egy könnyített csoportóra, egy nehezített csoportóra, differenciált munkában dolgozunk. Mennyire szeretnek az emberek járni? Milyen kedvező hatásait vetted észre a gyógytornának? Hát hála Istennek, felmérik a kedvező hatását, a mozgás szeretetét, az egész életükre kiható jó tulajdonságokat vesznek észre. A mozgás az a fizikai terhelésük növekszik ezzel. A depresszió, a szorongást is lehet csökkenteni a mozgással, és szeretnek jönni, és meg is maradnak a betegek. Meddig kell maradni? Mert azt mondtad, hogy egész életük végéig javasolt alapja. De gondolom, egyszer csak megtalálna a terem, hogyha ez egy népbetegség. Hogy történik a leválasztás? Van-e leválasztás? Vannak-e már évtizedek óta visszajáró betegek? Hogy hát végül is 1995 óta működünk. Van olyan betegünk, aki az elejétől kezdve jár. A leválasztás általában onnan működik a munkaképességtől, illetve visszakerülés a munkába. Szívműtött betegek olyan fél év után ismét munkaképesek lesznek, és azt hiszem ez a határvonal az, ahol végül is leválasztodnak a betegek. Van úgy, hogy még visszajönnek, de lehet mondani, hogy a munkába kerülés az, mikor a leválasztodnak a betegek. De a tréningprogramot ugyanúgy folytatják, úszni járnak be, kerékpároznak, kocognak, tehát a más lehetőséget találnak, amivel ugyanúgy az edzettségüket fent tudják tartani. Ez az általad említett úszás, kerékpározás, futás, ezek a javasolt sportok közé tartoznak? Hát igen, akik már terhelhetők a szívük, azoknak igen bátran. Akiknek kevésbé terhelhető a szívük után, őnekik csak a sétát szoktuk javasolni, a gyaloglást. De gondolom, hogy az elsősorban talán azért korcsoporttól is függ, ki hány éves, legalábbis én, mint laikus, azt gondolom, hogy talán igen, hogy 70-80 éves persze, korban nyilván már csak a séta az, ami ajánlott. Egyébként ez a fél éves, mert hogy ugye azt említette, hogy körülbelül fél év, amikor ugye a leválasztódás megtörténik, ez úgy nagyjából általános idő, tehát vagy pedig ez is olyan, hogy éppen a kortól függ, tehát hogy mondjuk valaki 70-80 évesen egy kicsit kitolódik ez az időszak, fiatalabbaknál meg esetleg lerövidül. Persze, természetesen. Természetesen, és azért van ez a fél éves határ, körülbelül, mert olyan 10 hét alatt lehet elérni rendszeres tréninggel a szívteherbírekről képességének a maximumát, utána ezt szinten lehet tartani. És mi ez a rendszeres tréning? Ez mit jelent, mondjuk egy héten hány alkalom, vagy napi egy-egy alkalom? Csoportos jelleggel egy héten 2-szer. De a mindennapi torna fontosságát minden betegünk ismeri, illetve van ezen kívül még, amit mondtam, úszni járnak, illetve kocogni. Van arra mód, hogy mondjuk egy korábban infarktuson átesett beteg, vagy pusztán valaki, aki érzi, hogy mozogni kellene, de arra nincs ideje, hogy eljárjon mondjuk oszodába, vagy mondjuk rendszeresen futni, de szeretne otthon valamit tenni, elmehet-e tanulni? Tanulni eljöhet. De a programban csak akkor vehet részt, ha az orvos jóvá hagyta. De tanulni mindenképpen eljöhet, szívesen betanítjuk neki, mozgásprogramot állítunk össze neki, de mindenképpen tehát orvosi felügyelet alatt kell, hogy történjen. Hát igen, gondolom, hogy ez azért nem olyan könnyű dolog, meg hát veszélyeket, komoly veszélyeket hordoz magában, hogyha valaki csak úgy nekiáll mindenféle mozgást végezni. Egyébként mi a fokozatosság
mondjuk a sportokat tekintve, tehát mi az, amivel lehet kezdeni, és meddig lehet eljutni esetleg. Tehát mondjuk valaki, akár hogyha élsportoló volt, akkor mondjuk nyilván ugye idősebb korról van szó, tehát már élsportot nem fog végezni, de akár mondjuk egy városi bajnokságban, tegyük föl, az öreg fiúk csapatában, vagy az öreg lányok csapatában pályára is léphet? Hát volt már rá precedens, hogy élsportolói szívműtét után visszatért még a futballpályára, de aktívan, versenyszerűen sportolni az nagyon nagy orvosi háttér kell, orvosi kontroll kell hozzá. De mindenképpen, szóval, mint a szív teherbíró képessége, teljesítő képessége elbír, addig a határig mindenképpen szabad terhelni a szívet. Ez az idő előrehaladtával is azért növekszik a terhelés. Az a lényeg, és nagyon fontos megtanítani a betegeknek, hogy megtanulják, hogy hirtelen erőfeszítéssel járó gyakorlatokat nem szabad, hogy végezzenek. Erre mondjunk egy példát, például mi az, ami hirtelen erőfeszítéssel járó gyakorlat? Hirtelen erőfeszítéssel járó gyakorlat, nem szabad súlyt emelni, hasonfekve végzett gyakorlatok, azok mind megterhelik a szívet. Ezeket nem szabad hirtelen súlyt emelni, nehéz tárgyat cipelni, gyors. Tehát mondjuk egy költözködésbe nem illik beszállni. Nem illik beszállni. Hogy milyen tapasztalataitok vannak, hogy a rehabilitáció, mert azért onnan indulva ki, kicsit előre szaladtam a gondolataim, megelőztek, hogy sajnos általában, hogyha egy szívizomi infarktus bekövetkezik, akkor ott betegerek vannak. Nagyon gyakori, hogy utána kap az ember még egy infarktus. Mi a tapasztalatok? A rehabilitáció segít ezt kitolni, segít ezt megelőzni? Igen, mindenképpen. Nekem, akik a rehabilitáció során megfordult beteganyagomban, egyszer egy betegnél sem fordult elő, hogy újabb infarktust kapott volna, és ez számos vizsgálat is bizonyítja, hogy a rendszeres mozgás az elősegíti a szívinfarktus újbóli elszenvedésének a megakadályozását. De akkor ezek szerint az éremnek van egy másik oldala is. Vannak-e olyanok, sokan vannak-e azok, akik nem tartják be ezeket a tanácsokat, és ezáltal sajnos visszakerülnek? Akik az ambuláns rehabilitációs programban részt vesznek betegek, ők fegyelmezett betegek, élni szeretnének, és ezért mindent megtesznek. Tehát ez már eleve ott dől el, hogy valaki nem is megy el, már eleve ott az akkor nem foglalkozik annyit az egészségével. Aki az ambuláns rehabilitáció megjelen, ott van, ő komolyan gondolja, és nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra. Egyébként mi a tapasztalat, hogy azért vannak sokan, akik nem mennek el erre? Én úgy gondolom, hogy a mai rohanó világban egyre fiatalabb életkorban kapnak szívbetegséget, az emberek egyre hamarabb elhasználódnak. Ők egyre minél hamarabb szeretnének visszakerülni mondjuk az aktív életbe, bármi áron is, és sokszor nem várják ki ezt az időt, és nem tesznek meg azért mindent. Én leginkább ezt látom, hogy nem az egészség az érték, és nem az élet az érték, hanem mondjuk például a pénz. Nem nagyon látok én ebbe igazából bele, hogy a kardiológiai beteganyag mennyire aktív. Én csak azt mondom, hogy általában a betegeknek csak egy kis százaléka foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne egészséges maradni, és hogy mit tud tenni ő maga az egészségének a megőrzésére, illetve visszaszerzésére. Sokszor, amikor már ott a baj, akkor gondolkodnak csak. Fontos, én szerintem azt hangsúlyozni, hogy az egészséges életmód és a betegségnek a gyógyítás ott kezdődik, hogy megelőzés. És valószínűleg a rehabilitációnak nem csak abban, tehát nem csak azáltal csökkenti az a visszaesést, hogy edzettebb szívet ad, és jóval terhelhetőbbek lesznek, meg a vérzsírok csökkennek a mozgás által, és még rengeteg jó élettani hatása van, hanem gondolom a testsúlycsökkentés is odafigyeltek, hiszen nagyon sok kardiológiai beteg sajnos elhízott is. De főleg abból kifolyag, hogy nagyon sok kardiológiai beteg ugye dohányzott előtte, vagy a szívműtét, vagy a szívinfarktus elszenvedése után az első alapfeltétel, hogy a dohányzást abba kell hagyni, és ebből követően ugye az elhízást, és a mozgással, a rendszeres testmozgással a testsúlyt is lehet csökkenteni. Még nem kérdeztem meg, azt hiszem azt, hogy beszéltünk itt ugye olyanokról, akik ugye infarktus miatt kerülnek ebbe a helyzetbe, beszéltünk olyanokról, akiknek műteni kellett a szívét. Van-e különbség az ő gyógytornájukban, az ő rehabilitációjukban, vagy nem ezen múlik a dolog, igazából mindenhol a szívnek a rendbehozása a fő dolog? Annyi különbség van csak, hogy a szívműtétre kerülő betegeket a műtét előtt gyógytornász fel tudja készíteni a műtét utáni
gyógytornára, illetve már prevenció, tehát megelőzésképpen már ugyanúgy légzőgyakorlatokat végeznek. Ennyi különbség van, hogy szívműtét előtt a gyógytornász tud foglalkozni a beteggel. Infarktus előtt nem, mert akkor a beteget a mentő viszi, ez egy hirtelen bekövetkező dolog. Talán összegzésként annyit, hogy mindenkinek ugye tanácsolhatjuk azt a dolgot, hogy nagyon-nagyon figyeljen oda az egészséges életmódra, és sokat mozogjon, ez a lényeg? Igen. Köszönöm szépen, akkor köszönöm szépen, hogy itt volt, és a kedves nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet. A kardiológiai rehabilitációról tudhattunk meg egy picit többet. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, viszontlátásra.